Patkányos és csótányos cellára panaszkodott a magyar verő antifa bűnöző, de sajnos egyik sem volt igaz. Amikor valaki súlyos bűnt követel, és közben panaszkodik a cellája körülményeire, míg a legjámborabb embernek is megszólal az igazság igazságérzete. Egy adócsalótól, vagy egy nyilvánosan húgyantó foci huligántól még úgy fogadja az ember, de amikor valaki Emberekre támad a nyílt utcán. Borderline emberölési kísérletet hajt végre. Az ne panaszkodjon már, hogyha a börtönben két csótány gladiátor harcot vív egy egérrel az utolsó morzsáért. Főleg akkor ne panaszkodjon, ha ez nem történt meg. Ilyenkor persze jönnek a jogvédők, hogy jaj, szegény, de hát neki jogai vannak, és ez hát technikailag igaz, de sajnos az ő jogai mellett nekem meg igazságérzetem van. És szerintem, illetve az igazságérzetem szerint nem jár luxus körülmény annak, aki sokad magával aljasul, hátulról támadva Cipóra ver egy másik embert a nyílt utcán, like, ha egyetértesz. De nagyon előre szaladtunk. Ez a története nem most kezdődött. Emlékszel, amikor tavaly több különböző ország antifa tagja egyszerre döntött úgy, hogy merő véletlenségből pont Magyarországra utazik. Hogyhogy hogy nem? Véletlenül találkoztak is egymással, majd félhortra verték a szerintük nácikokat. És hát ugye tudjuk, hogy manapság ki a náci, az, akire a liberálisok rámutatnak. Ez ma az új. Moszorkány! Magyarországon is van antifa, de hát a mieink azok ilyen csicskák a nyugatiakhoz képest, hiába nekünk kommunistából is a legalja jutott. Ők egyébként nem a... Azt kivinnétek őket? Nem mi hogy vigyétek ki őket. Miért te... Szóval az történt, hogy tavaly a kitörés napja alkalmából idejött egy rakás antifa, és a békés ellentüntetés helyett azzal tüntettek a fasizmus ellen, hogy a fasizmus módszereit alkalmazták. Ami viszont új, hogy a hatóság azóta lekapcsolta az embervadászok kiképzőjét és a banda három másik tagját. Minket azonban ezek közül csak kettő érdekel. Tobias Edelhoff Tobias a Hammerbande, hírhet német antifa rohamozta kiképzője ö, volt. A tettét beismerte, lemondott a tárgyalásról. Ó, ezt persze nem azért tette, mert megbánta volna a bűnét és jó útra hanem mert perdöntő bizonyítékok vannak ellene. Itt egy gyönyörű kép arról, ahogy elkapják. És mivel Magyarország a kétharmadok országa, ezért Tobias csak a büntetés kétharmadának letöltése után kerülhet, nem kerül, kerülhet, szabadlábra, és közben csak remélheti, hogy a börtönben nem ő lesz Mici Mackó kedvenc tárolóedénye. És mivel jogállam vagyunk, vagy mi a fene, az ilyen szar, szemétnek még ügyvédje is van, ráadásul nem is akárki, de erről majd mindjárt március 8-án este 6-tól közönségtalálkozó a polgári mulatóban. És ha már nőnapi közönségtalálkozó, amellett, hogy én garantáltan ott leszek, találkozhatsz a felrejt videók ikonikus hölgy vendégeivel is, mint például Krózitával, aki pont itt van mellettem, és véletlenül garbó van rajta. <laughs> ez csak a véletlen szüleménye. <laughs> Zita garantáltan ott lesz, ahogy Szamosi Timi is, de még lesz egy-két meglepetés vendég. Na mehetsz! És még nincs vége, mert én csak adok, meg adok, meg adok. Ha már március 8, akkor a lányok, hölgyek, asszonyok és asszonyságok ingyen jöhetnek, ami viszont magába foglalja azt, hogy a rendezvény sajnos fizetős, de hát a belvárosi klubok kibérlése már csak így működik. Cserébe viszont garantált ajándék vár mindenkit, szóval gyertek el minél többen, főleg, hogy a lányok ingyen jönnek, úgyhogy hozzatok magatokkal még egy embert. Addig itt van a támadások másik szereplője. Ilaria Sales. Ó, Sales szintén nem kispályás, ő a támadások egyik szervezője. És egyben résztvevője is, aki ellen többek között életveszélyt okozó testi sértése vád. De nem a Euronews szerint. Szerintük ugyanis Szelliszt azzal vádolják, hogy 2023. februárjában neonácik elleni erőszakos támadásokban vett részt Budapesten. Neonácik! Nem! Random emberek, akik szerencsétlenségükre aznap kárpáties pólóban esetleg tarsoljal az oldalukon mentek ki aznap az utcára. A vád, és egyben a valóság is az, hogy ezeket a támadásokat kitervelték, begyakorolták, megszervezték, majd olyan ügyesen hajtották végre, hogy az illető kis híján belehalt. A Euronews itt nem áll meg. A gyanú szerint a szélső baloldali militánsok több embert is bántalmaztak. Gyanú? Milyen gyanú? Videó van róla konkrétan videófelvétel készült az esetről. Másképp mondom, szerintem titeket az USA és Soroség fizetnek ezért az utolsó alja szerecsen mosdatásért. Na, ez gyanú. Ha azonban látom a két szememmel, amint az amerikai nagykövet pénzt utalált nektek, az már kurvára nem gyanú, hanem tényállás. De még mindig nincs vége, mert nincs vége, ezt figyeld. Szállis panaszkorot, nagyon rossz neki. Nyaf! Miért is? Mert elmondása szerint, és a cellatársa elmondása szerint a börtönben Patkányok és ágyi poloskák között kellett aludnia, és az étkezés sem volt rendben. A java pedig csak most jön megszólalt az ügyvéd. Védencem nagyon rosszul viseli a fogvatartás körülményeit. Úgy érzi, feleslegesen tartották ilyen és szigorú felügyelet alatt. Kezdetben a kapcsolattartást sem engedélyezték a szüleivel, nemzetközi terroristaként tekintenek rá. Fú, hallod, ez valami next level bullshit komolyan. Rosszul viseli a fogvatartást, és az anyukájával sem tudod beszélni. Fogadjunk esténként még sírt is, ugye? És tudod ki ennek az ügyvédje? Tudod, hogy ki? Valószínűleg tudod, de ha nem, akkor jobb, ha most leülsz. Magyar György, mármint csak nevében magyar, aki sokalta az ügyészség által kért 11 év letöltendőt, mert hát milyen rossz lesz majd szegény lánynak bezárva lenni. A haladó sajtó természetesen azonnal rárepült az ügyre, mert hát mi lehetne fontosabb, mint egy magyarokra támadó külföldi terrorista jóléte, és gyakorlatilag testüreg vizsgálatot hajtottak végre a börtönön. Majd miután kiderült, hogy se patkány, se poroska, de még csak egy árva lapos tetű sincs a cellában, a legbátrabb szabad sajtóista beszeretett volna nézni a női börtönű női zuhanyzójába, hát ha találott egy muslicát, ami nem jut elég napfényhez, ezáltal sérülnek a jogai, vagy nem tudom, de oda már nem engedték be. Fölmerül a gyanú, hogy vajon Azért nem engedték be a mosdóba és a zuhanyzóba, mert ott tartják az esténként cellákba eresztett rákcsálókat és poloskákat, amikkel riogatják a fogvatartottakat a smasszerek. Vagy csak simán lehet, hogy elfogadjuk Kovács Mihály ezredes válaszát, aki szerint ez egy közös női zuhanyzó, semmi különös nincs benne. Az ezredes minden esetre felvázolt, hogy hogyan is néz ki egy külföldi fogvatartott napja a börtönben. Először is kap Skype-os vagy más lehetőséget, hogy felvegye a kapcsolatot a hozzátartozóival, tolmácsot, ha szükséges, és egy olyan cellatársat, akivel közös nyelvet beszél. De itt még mindig nincs vége a panaszáradatnak, mert Szalisz a láncokra és a bilincsre is panaszkodott, a szülei pedig megalázónak és embertelenek tartották, hogy kutyaláncon vezették a bíróságra. Az ügyvéd, aki továbbra is magyar györgy, könnyesre sírt szemmel elmondta, hogy hát sajnos ez már csak ilyen ők veterán ügyvédek már hozzá vannak szokva ehhez az embertelen eljáráshoz, ami a manapság már egyre kevésbé indokolt. Később ugyan kiderült, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetőinél Európa szerte ez a bevett eljárás, de a sajtót ez már nem érdekelte. Jaj, szegény lány, hogy bánnak vele? És akkor jön a Helsinki Bizottság, meg a többi jogvédő aktivista, és addig fújták az ügyet, míg az nemzetközi diplomáciai botrányán nem duzzadt. Az egyik ügyvéd, mert ugye neki több is van, még azt is elmondta, hogy a magyar igazságszolgáltatás rendkívül elnyomó, és szerinte semmi sem indokolta ennek a szegény teremtésnek a fogvatartását, Olaszországban is várhatta volna a tárgyalás napját. Hát hogy ne persze, az elkövető, akinek több társa bujkál és szökésben van, várja csak egy idegen országba az ítéletet, biztos visszajön Magyarországra leülni a büntetését. Hogy hagyjuk már, menjetek már a piával. Szegény Szaliszt annyira megviselte a lánc meg a fogvatartás körülménye, hogy konkrétan vigyorogva ment be a tárgyalásra. Vigyorogva. Szóval ennyit erről. Amúgy tudod, hogy Missalis civil foglalkozása? És most kapaszkodj meg, vagy harapj rá párna csücskére, mert ettől dobsz egy tigris bukfencet. Tanárnő! Salis tanárnő. A nő, aki külföldre utazik, hogy idegeneket viperázom meg, hétköznap gyerekeket tanít. Érted? És még mindig nincs vége a sztorinak. Láttuk az elkövetőt, láttuk az ügyvédet, láttuk a nemzetközi lipsi sajtót, most jöjjön a hazai. A teljes baloldal lehozta, de talán a 24.hu volt mindközül a leghitványabb. Figyeld a címet! Megfestették Rómában a Budapesten bebörtönzött olasz antifasiszta tanárnőt. Figyeled a szavakat? Budapesten bebörtönzött tanárnő. Tanárnő, mert ugye a tanárnői minőségében van börtönben, nem gyilkossági kísérlet miatt, mert Budapesten Magyarországon már csak ez így megy, bebörtönzik a tanárnőket a tanárnősködés miatt. Pűj! Antifasiszta tanárnő. Ez is fontos figyeld. Az antifasizmus egy nézet, mint az antikapitalista és társai. Az antifa pedig egy szervezet. Viszont ezt a szervezetet nem szabad leírni, Ugyan Isten őriz, hiszen Biden óta tudjuk, hogy ez az antifa, ez nem egy szervezet, hát ez csak egy eszme, ilyen nincs is. A valóságban azonban úgy néz ki, hogy ez az eszme annyira erős, hogy külön kiképzői is vannak. A 24. tól kezdve a Telexen át, a 444-ig pedig mindenki lehozta ezt a gyönyörű mesterművet, amit egy másik antifa, nem antifasista, antifa aktivista festett, mártírként ábrázolva rajta Száliszta. Mert ugye ő egy mártír, egy ügyért életét odaadó személy aki egy eszméért, egy elvért, egy meggyőződésért, egy célért kész az életét is feláldozni. By definition. Tehát jelen álláspont szerint ő más életét próbálta meg feláldozni, nem a sajátját. Tudod, mit kellett volna még oda festeni erre a képre? Az áldozatokat, akik ott fetrengtek a földön, majd, nem vérbe fagyva. Mondjuk az is érdekes, hogy a haladó sajtó mindenkit megszólaltat. Megszólaltatja az ügyvédet, a külföldi ügyvédet, az elítéltet, az elítélt hozzátartozóit, sőt, még a börtönigazgató segjukába is benéz, hát ha találott egy ágyi poloskát, egy valakit nem kérdeztek meg, tudod kit? Azt, akit véresre vertek az utcán. Őt nem kérdezték meg arról, hogy ő hogy élte meg azt, hogy hatan an hátba támadták. És a kör már majdnem bezárult, már csak egy utolsó részlet hiányzik. Meg volt az antifa aktivista, az ügyvéd, a nemzetközi és a hazai haladó sajtó, a jogvédő aktivisták, az aggódó politikusok, egy szereplő van hátra. A mindent is jobban tudó fotel már. És itt hiba csúszott a számításba. Mert nem jöttek! Még a telex antifa festményét felszopó cikke alatt is az antifás kapcaron szittek. Hihetetlen, de még a telex kommentelői sincsenek olyan -e szellemi mélységben, mint a portál szerkesztői. Ó, pedig a telex propagandistái mindent megtettek, hogy kicsikarjanak némi szimpátiát a szegénye, bebörtönzött olasz tanárnővel szemben, de hiába. A kommentelők szinte egyöntetően megmondták, idejön, embereket ver, és még ő pattog, Na itt ilyen nincs, és nem is lesz, mert ez nem az USA. Persze mindig lesz egy-két idióta, aki megfogalmazza azt az önálló véleményt, amit rajta kívül már szinte minden szélső legalább 32-szer elmondott. Viszont azt látom, hogy a magyar társadalomban nem tud ez a fajta ideológia gyökeret verni. És akkor most kössük össze a szálakat. Van nekünk egy -e nemzetközi félkatonai szervezetünk, ami az erőszakos cselekedetéről híres. Minusz az itthoni csiskagyászok. Ezt az erőszakos szervezetet az USA baloldali elnöke nem hajlandó elítélni, sőt, még a létezését, tezésüket is tagadja, viszont az antifa rendbontásai rendre a demokrata pártnak kedveznek. Van nekünk egy Magyar György nevű ügyvédünk, aki az USA támogatását élvező Márki Zaj mellett vállalt aktív szerepet, de több zűrös politikus ugye mellett is kardoskodott már. Sőt, az MSP párbeszéd jelöltje is volt 2018-ban. És akkor még itt vannak a kamu jogvédő szervezetek, amiket szintén soroség támogatnak, lásd Helsinki Bizottság, és az USA által támogatott sajtóval karöltve nemzetközi botrányt fújnak egy hazugságból, miközben terroristákat mosdatnak. És akkor most bizonyíts be nekem, hogy ez nem egy kibaszott nagy hálózat hajrá, a komment szekció a tiéd, feliratkozni meg hát lassan már ugye kötelező. Másfél hónap múlva közönség tali, és hát én már megvettem a 40 ezeres feliratkozós lufikat. Remélem, ma sem beszéltem hiába, az antifák meg húzzanak a, a holdra. Na cseh. Ne, ne te kérdett. Március 8-án, este 6-tól, közönségtalálkozó a Polgári Mulatóban. És ha már nőnapi közönségtalálkozó, amellett, hogy én garantáltan ott leszek, találkozhatsz a felrejt videók ikonikus hölgy vendégeivel is, mint például Krózitával, aki pont itt van mellettem, és véletlenül garbó van rajta. <laughs> Ez csak a véletlen szüleménye. Ha, ha. Zita garantáltan ott lesz, ahogy Szamosi Timi is, de még lesz egy-két meglepetés vendég, na mehetsz! És még nincs vége, mert én csak adok, meg adok, meg adok. Ha már március 8, akkor a lányok, hölgyek, asszonyok és asszonyságok ingyen jöhetnek, ami viszont magába foglalja azt, hogy a rendezvény sajnos fizetős, de hát a belvárosi klubok kibérlése már csak így működik. Cserébe viszont garantált ajándék vár mindenkit, szóval gyertek el minél többen, főleg, hogy a lányok ingyen jönnek, úgyhogy hozzatok magatokkal még egy embert.